December 21-én a kormány úgy döntött, hogy Szentestére felfüggeszti a kijárási tilalmat, így az éjféli miséknek, illetve Isten tiszteleteknek sem kell elmaradnia. Szekszárdon azonban már hetekkel ezelőtt úgy határozott Petkó Tamás plébános, hogy nem szeretne éjfélkor misét tartani. Döntését pedig azzal indokolta, hogy az ilyenkor keletkező tömeg miatt nem tudnának megfelelni a járványügyi szabályoknak. Mi Szekszárdon 24-én délután nagy templomban már 4 órakor ünneplünk, utána pedig péntek, szombat, vasárnap 3-3-3 misét mondunk, tehát aztán van épp elég lehetőség eljönni karácsonyt megünnepelni. Tolnán a katolikusok úgy határoztak, hogy Szenteste nem tartanak éjféli misét, helyette aznap a kora esti órákra terveznek ünnepi szertartást. Én is a munkatársaimmal azért egyeztettem, nem csak magam egy személyében döntöttem így, arról, hogy Szenteste csak 5 órakor lesz, és csak Tolnán ünnepi misével. Ez lesz úgymond az éjféli misénk. Bonyhádon az evangélikusok már a járvány kezdete óta online közvetítik a szertartásokat a híveknek. Aradi András lelkész azt mondja, mégis rendhagyó módon szabadtéren megtartják a karácsonyi istentiszteletet. Az idei év karácsonyán Szenteste lesz istentiszteletünk 5 órai kezdettel, amelyet itt a templom előtti udvaron szabadtérben szervezünk meg, próbálunk megtartani, hiszen így tudjuk garantálni, biztosítani gyülekezeti tagjaink egészségét, védelmét. A templomokban továbbra is kötelező a maszk használat és a távolságtartás.